Hivatalosan is állatkerté nyilvánították a Diós-Patonyban található Malkia Parkot. A csaló közben az elsősorban a nagymacskák megmentésére létrehozott menedék Szlovákia első magánállatkertje. A 2016-ban megnyitott menhely azokat az állatokat fogadja be, amelyek az eredeti tulajdonosaik számára valamilyen oknál fogva szükségtelenné válnak, vagy már nem tudnak róluk gondoskodni. Az állatok cirkuszokból, magánszemélyektől vagy állatkertekből származnak. A Malkia Park látogatható, kitűnő program a csaló közben kirándulóknak. Nehezen ébredeznek a medvék, pedig már itt van a reggeli étkezés ideje. Az egyikük 29, a másik 36 éves. Egykor cirkuszi mutatványokra fogták be őket. Az elsők között érkeztek a menedékhelyre. Ez pedig az oroszlánok látvány etetése a szafari kifutón. Négy hím és egy nőstény oroszlán tartózkodik jelenleg a tágas térben. Ide felváltva engedik ki a különböző fajokat. A lakóink általában méltatlan körülmények közül érkeztek hozzánk, de nagyon hamar megszokják az új környezetet. Az a lényeg, hogy itt minél nagyobb téren mozoghassanak, minőségi táplálékot, állatorvosi ellátást kapjanak, mondja a fő gondozó. Ne hagyjuk, hogy méltatlan körülmények között szenvedjenek, biztosítsunk nekik békés és elégedett életet. Ez a mottója a 7 hektáron elterülő parknak, amely jelenleg 230 állatnak ad menedéket. Több mint 60 faj talál itt otthonra. Számunkra az a legfontosabb, hogy ezek az állatok, amelyeket már sajnos nem lehet visszaengedni a vadonba, a lehető legjobb körülmények között töltsék életük hátra levő részét, mondja a park alapítója. Malkia a park névadója, máig lakója a menedék otthonnak. Ő törött farokkal született, és anyja eldobta magától. Így került a jelenlegi gazdáihoz. Tigrisek, oroszlánok, pumák, leopárdok, hiénák, különböző papagájok, majonfélék, tevék, lámák, zebrák, de vízi madarak is megtalálhatók a menhelyen. A park szafari túrát is kínál, amely során a bátrabbak testközelből is megcsodálhatják az állatkert lakóit.